A felvidéki magyar lapokból és mátrai szlovák származású emberektől tájékozódva állítja a Schneider Tamás, a Jobbik alelnöke, hogy Szlovákiában az egészségügyben nincs hálapénz. És azt is, hogy Erdélyben is nőttek a fizetések a szektorban, ahogy a felvidéken. Bukarest pedig egyenesen jobb fizetéseket kínál ma szerintem, mint Magyarország egészségügye. Már háromszoros fizetések vannak a felvidéken az egészségügy területén, és gyakorlatilag Erdélyben is beérték a fizetések a magyarországi fizetéseket, sőt, ugye az általánosan, ugye ez nem az egészségügyre értenő, de ugye Bukarestben már többet keresnek, mint Budapesten. És ha már Románia szóba került, a párt az ottani mintát követni, hogy a kormánya jutna egy korrupció ellenes ügyészség felállításával. A kormányra jutás kérdésében viszont ellentmondásosra sikerült Schneider Tamás nyilatkozata. Vonda Gábort idézte akkor is, amikor úgy fogalmazott, még nincs értelme a matáknak, majd akkor is, amikor arról beszélt, hogy a Jobbik a választás megnyerésére készül. Hozzátette, komoly esélyeik vannak, és a kormánypárt fél a Jobbiktól. Azért annyi választási matákra rá tudtuk venni a politikust, hogy kifejtse, a Momentum megjelenésével az LMP gyengélkedni kezdett, így szerinte egyik párt sem jut be a parlamentbe majd az említett kettő közül. Visszatérve ismét a matekhoz, Schneider Tamás azt állította, hogy tarnaősen ugyanaznap reggel 2-300 ember fordult meg a Jobbikos stand körül. Estére ennek a létszámnak épp a század része volt kíváncsi rá, 3 ember. Azért, mert a tarnaősiek kora este is kertészkednek, aznap egyszer már úgy is hallották a mondandót, világított rá a Jobbik alelnöke az indokra. Reggel 8 órától standolást tartottam, beszélgettem emberekkel, hál' Istennek valószínűleg 2-300 ember megfordult a standasztal környékén, akikkel tudtam beszélgetni, vagy jelentős részével lehetett eszmét cserélni. Ezt nagyon hasznosnak tartom, nagyon fontos dolgokat mondtak el, és hát nyilvánvalóan elsősorban az érdekelt, hogy mi a helyzet Tarnaörsön. Máshol is népszerűbb a kertészkedés az esti kampányfórumoknál, legalábbis Schneider Tamásra korábbi forgatásaink idején a választókörzet központjában 60-ban 13-an, Atkáron 12-en voltak kíváncsiak.